Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László. Köszöntöm a hallgatókat! Széles választék, visszafogott kereslet és minimális áremelkedés jellemezte idén az első negyedévben a magyar ingatlan piacot. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatai szerint az év első három hónapjában több mint 30%-kal kevesebb használt lakást cserélt gazdát, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legfrissebb adatok azt is megmutatták, hogy idén a január-márciusi időszak alatt 9%-kal voltak magasabban a lakásárak, mint egy évvel korábban, és ez jelentős mérséklődést jelent a korábbi évek 15-25%-os üteméhez képest. A mai műsorban a statisztikai adatok és a fővárosi ingatlanpiac mellett az agglomerációs településeken és a magyar nagyvárosokban zajló piaci változásokról is megkérdezem a szakértőt. Kérem, tartsanak velem! Merre tart az ingatlanpiac? És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci! Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Több mint 30%-kal csökkent az eladott használt lakások száma az év első három hónapjában a KSH adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy a kínálat is csökkent, vagy a kínálat jelentősen nőtt, és ezzel együtt csökkent az eladások száma? Igen, a legnagyobb kihívás a jelenlegi lakáspiaci környezetben az az, hogy eladó lakásokból van bőven, viszont vevőből annál kevésbé. A vevők visszaesése leginkább annak köszönhető, hogy megváltozott a finanszírozási helyzet a lakáspiacon a tavalyi tavaszi hónapokat követően, annak köszönhetően, hogy az inflációval párhuzamosan a hitelkamatok is emelkedtek, és mivel az elmúlt 6-7 évben háromszorosára nőttek az ingatlanárak, ezért már minden második vevőnek hitelre van szüksége ahhoz, hogy a következő otthonát megvásárolhassa. Ha megnőnek a lakáshitelkamatok, az visszaveti a lakásvásárlási kedvet, és ennek az eredményeiről számolt be a KSH is, hogy 30%-kal kevesebb adásvétel történt az eddig beérkezett adatok alapján 2023 első negyedévében. A mérsékelt forgalom pedig az árakra is rányomta a bélyegét. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint az árakat csökkentik az eladók, vagy azért nem tud nőni az eladások száma, mert az eladók még nem vették észre, hogy megragyott az ingatlan piac? Ha a tényadatokból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy a lakáspiac szokásos dinamikája alapvetően megváltozott és jelentősen mérséklődött. Ezt már láttuk a 2022 negyedik negyedéves adatok alapján is, amikor 2,3%-kal csökkentek az előző negyedévhez képest az ingatlanárak átlagosan, és most 2023 első negyedévben pedig egy 1,9%-os növekedés volt megfigyelhető a használt lakások piacán, de még mielőtt ezt örömhírként könyvelnénk el, hozzá kell tenni, hogy az év ugyanezen időszakában a korábbi években sokkal nagyobb ütemű volt az árnövekedés, 3-4-5%-os is volt bizonyos években az első negyedéves áremelkedés üteme. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy a szokásos évelei árdrágulás lendülete kifulladt már 2023-ban, és ez nem sok jót vetít előre az év hátralevő részére sem. Amely adatok egyébként látszanak is már nagyjából a hirdetésekből, vagy nagy különbség van a hirdetések alapján általatok mért adatok és a KSH számok között? Alapvetően nem, tehát a kínálati piac általában előrejelzi a piac változását, még akkor is, hogyha ez felülről becsüli az árakat, hiszen amikor megváltozik a piac dinamikája, kevesebb lesz a vevő és megnő a vásárlók alkupozíciója, akkor a kínálati árakból alapvetően többet tudnak alkudni, és a tényadatok, tehát a megvalósult tranzakcióknak a tényleges adásvételi árai a kínálati árnál alacsonyabb szintet érnek el. Az is igaz ugyanakkor, hogy ha ez kellően sokáig tart ez a folyamat, akkor a tulajdonosok előbb-utóbb ezt már belátják, és már a kínálati árakat is olyan ütemben csökkentik, a meghirdetéstől kezdve az eladásig bezárólag, hogy egyáltalán fölhívják őket, a vásárlók, fölhívják a hirdetés tulajdonosát, hogy kapcsolatba léphessenek velük adásvétel céljából. Mert mindaddig, amíg aránytalanul magasak a kínálati árak, az kizárja azt, hogy egy lehetséges
és ingatlanadásvétel létrejöjjön. A KSH adatai az illetékadatbázison alapulnak, ez persze érdekes helyzetet teremt abból a szempontból, mert kevés olyan ország van Magyarországon kívül, ahol mind az eladó, mind pedig a vevő abban érdekelt, hogy a tényleges szerződésre a fizetett árnál kevesebb összeg kerüljön, mert ugye az eladó adott esetben eszélyát, a vevő pedig illeték kötelezettséget spórolhat meg, tehát valahol a tényleges árak a kettő között helyezkednek el, az illetékadatbázis árain és a kínálati árak között. És egyébként a különböző települések között van-e eltérés? Tehát ez a 30% ez ugye egy országos átlag. Ehhez képest mondjuk vidéken, a falvakban, a vidéki nagyvárosokban, illetve Budapesten hogyan alakult az ingatlanadásvétel ebben az időszakban? Azt látjuk, hogy mindenhol csökkenés volt megfigyelhető, viszont a nagyobb településeken és a korszerűbb ingatlanok tekintetében a visszaesés az szerényebb mértékű volt. A kis települések forgalmának csökkenése az 30%-os volt, szemben például a budapesti forgalom csökkenése, ami csak 7%-os változást mutat. Ez azt is jelenti, hogy a korszerűbb, energiahatékonyabb és kisebb alapterületi ingatlanok iránt továbbra is van kereslet. Ezeknek az ára valamelyest emelkedett is az első negyed évben. Ez akár meglepő is lehet a jelenlegi ingatlan piaci környezetben, de itt egy nagy piaci átrendeződésnek lehetünk a tanúi, amikor a vevők már más típusú ingatlanokat keresnek, mint amire korábban mutattak érdeklődést. A kistelepülések helyzete abból a szempontból is érdekes, hogy ott általában nagyobb alapterületű ingatlanok találhatók, amik kevéssé energiahatékonyak, tehát bizonyos szempontból hátrányos helyzetben vannak. Ugyanakkor jövőre ezeken a településeken nagyobb állami támogatásokat lehet majd igénybe venni, tehát kíváncsian várjuk, hogy mekkora élénkülést hozhat a kis települések piacán a falusi csok jövő évi bővítése. Az mennyiben jelent változást, hogy a kislakásokat keresik Budapesten, hiszen a bérbeadható, jól hasznosítható lakások eddig is nagyon pörögtek a piacon? A budapesti lakáspiacon mindig komoly szerepet töltöttek be a garzonok, illetve a panel lakások, amik a legmegfizethetőbb ingatlanok voltak a fővárosi lakáskínálatban. Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy nem csak a kis alapterület, vagy adott esetben az ingatlan típus az, ami hatással lehet az ingatlanok keresettségére, pont azért, mert ezeknek az árelőnye jelentős lehet egy nagyobb alapterületű ingatlanhoz képest, hanem a vásárlás célja is egy befolyásoló tényező a fővárosban, mivel Budapesten a vevők 20-30%-a a békeidőkben befektetési céllal vásárolt ingatlant. A befektetők számának csökkenése pedig inkább a saját célra vásárlókat hozta helyzetbe a lakáspiacon, és még inkább felerősödött a kereslet azok iránt az ingatlanok iránt, amelyeket amúgy is hagyományosan előszeretettel vásároltak azok, akik saját célra kerestek ingatlant. Mekkora áremelkedés zajlott le ezen a piacon, tehát ez a másfél-két szobás, illetve hát a panelek piacán, mert gondolom ezek a legkelendőbbek. Az áremelkedés az elmúlt 7-8 évben több mint háromszoros volt a legkisebb alapterületű ingatlanok esetén, és most már stabilan 950 ezer és 1 millió forint között alakul ezeknek az ingatlanoknak az átlagos négyzetméter ára, és ezek közül nagyon kevés az az ingatlan, amelyek jelentősen olcsóbban érhetők el a piacon. Természetesen a panellakások és a téglaépítésű lakások között, ha nem is nagyságrendi, de jelentős különbség mutatkozik, mert a panelek árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest 23-25% kerülettől és állapottól függően, és ez egy 50 négyzetméteres lakás esetében akár 5-6 millió forintos különbséget is jelenthet. Nézzük meg egy kicsit a nagyvárosokat. Ugye a budapesti piac az szerencsésnek mondható ezzel a 7% körüli visszaeséssel. A többi nagyvárosban hogy alakultak az adásvételek? A többi nagyváros forgalma nagymértékben attól is függ, hogy az adott nagyváros ingatlanpiaca és gazdasága mennyire áll stabil alapokon. Azt látjuk, hogy vannak bizonyos régiói az országnak, amik stabilnak nevezhetők. Ezek általában valamilyen nagy beruházásnak az ikonikus helyszínei. Ezek közé tartozik például Győr,
vagy éppen Debrecen, de ide sorolható Kecskemét is. Itt az árak meglehetősen stabilak, nem mutatnak nagy ingadozást, sőt, Debrecen elérte azt, hogy az elmúlt évek betöltött pozícióját jelentősen javítani tudta, mert amíg 2018 előtt Debrecen magyarországi nagyvárosok középmezőnyében helyezett el az árak tekintetében, a jelenlegi 6-700 ezer forintot is meghaladó használt lakás négyzetméter ár már a top 3, top 5 nagyvárosi kategóriába sorolja a debreceni ingatlanpiacot. Győrben és Kecskeméten pedig 7-800 ezer forintos négyzetméter áron cserélnek gazdát a nagyvárosi társasházi lakások, és ez nagymértékben annak is köszönhető, hogy itt nem pusztán vonzó beruházási helyszínként tekinthetünk ezekre a nagyvárosokra, hanem felsőoktatási intézmény is működik, ami a befektetők térképére is fölteszi ezeket a nagyvárosokat, és bizonyos szempontból Budapestről keresletet szível ezekben a nagyvárosokban a lakáspiac térképén. Egyébként a bérleti díjakban mekkora különbség van a főváros és az említett nagyvárosok között? Az érdekes a bérleti díjak és az eladó lakások árának az összevetésében az, hogy a Budapest vidéki albérletáruló folyamatos záródást mutat, tehát folyamatosan zárkóznak fel a nagyvárosi bérleti díjak a fővárosi albérletárakhoz. Erre jó példa a tavaly és az idei albérlet szezon árszintje, amikor is Budapesten tavaly ilyenkor még 200 ezer forintért lehetett bérelni egy-egy ingatlant átlagosan, most pedig 240 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, és Győrben, Veszprémben vagy Debrecenben tavaly 130-140 ezer forintról, idén már 170-180 ezer forintra nőttek az átlagos bérleti díjak. Ez alapvetően feladja a leckét a befektetők számára, mert lehet, hogy ezek a piacok nem annyira likvidek, mint a főváros, tehát valószínűleg egy-egy ingatlan értékesítése több ideig tarthat, viszont az ingatlanok felértékelődése és a bérbeadásból származó hozam többlet adott esetben lehet, hogy vonzóbbá teszik ezeket a nagyvárosokat Budapestnél is. Hiszen ezt a számok is mutatják, hogy ott kevésbé esett vissza az adásvételek száma. Igen, ezekben a nagyvárosokban szerintem a következő időszakban nagymértékű lakáspiaci kereslet jelenhet meg, főleg a frissen bejelentett gyárépítési és üzemfejlesztési programok következtében, mert ha elkészülnek ezek az új gyártósorok és üzemek, és ott elkezd folyni a termelés is, az ott megjelenő munkavállalóknak lakhatásra lesz szükségük, amit az adott város lakáspiaca biztosan nem fog tudni gyorsan kiszolgálni. Márpedig, hogyha hiszünk azoknak a közgazdaságtani alapösszefüggéseknek, miszerint az árakat a kereset és a kínálat határozza meg, egy rugalmatlan és lassan bővülő kínálat az egyre inkább élénkülő kereslet fényében egyértelműen az árak növekedését vetíti előre. Egyébként az mennyire látszik az ingatlanpiacon, hogy ezekben a városokban nem álltak le, vagy nem fékeződött le úgy a lakóingatlan fejlesztés, mint mondjuk Budapesten? A lakóingatlanok fejlesztése és ezeknek a nagy beruházásoknak a kapcsolata nagyon érdekes, mégpedig azért, mert Magyarországon kiváló építőipari cégek működnek, akik rugalmasan tudnak reagálni az egy-egy helyszínen megjelenő többletkeresletre. Az is érdekes ugyanakkor, hogy vannak olyan nagyobb fejlesztők, akik Budapesten nagy piaci pozícióval rendelkeznek, de számukra még mindig jobb üzlet akár Lengyelországban, vagy az Egyesült Királyságban bővíteni a tevékenységüket, mint például Budapestről Kecskemétre vagy Debrecenbe elmenni ingatlant építeni. Ez meglehetősen furcsa és egy ellentmondásos helyzetnek a hangozhat elsőre, de ami érdekes ebben, hogy ezek a piacoknak a stabilitása és a helyi szereplők erőssége az teljesen változó képet mutat, tehát adott esetben egy helyi erős építési vállalkozó távol tarthatja a nagyobb szereplőket is a piacra lépéstől, hogyha ott nem rendelkeznek akkora beágyazódottsággal, hogy ott ingatlanokat tudjanak fejleszteni vagy építeni. De a helyi erők azok mozgolódnak, tehát látszik ezeken a piacokon, akár a nagy egyetemi városokban, akár a gyárfejlesztésekkel párhuzamosan, hogy nem állt le, vagy akár felpörgőben van a lakóingatlan fejlesztés, vagy egyébként a hitelhelyzet miatt óvatosak a fejlesztők ott is.
A fejlesztők részéről, főleg ezekben a vidéki nagyvárosokban meglehetős kettősség mutatkozik, mert egyfelől érdekeltek abban, és van üzleti perspektívája is annak, hogy előre meneküljenek és fejlesztenek ingatlant, például az ott megjelenő többletkereset kielégítése céljából. Viszont a nagy dilemma az a jelenlegi gazdasági környezetben keresendő, mert a magas hitelkamatok nem csak a vevőknek okoznak fejfájást egy ingatlan megvásárlása és finanszírozása kapcsán, hanem a hitelből finanszírozott építkezések jövedelmezőségét is veszélyeztethetik a magas hitelkamatok. Ez pedig azt eredményezi, hogy egy-egy helyi szereplő nem nagyon tud lépést tartani azzal a keresletnövekedéssel, ami megjelenik az adott nagyvárosban, és ezért is számítunk arra, hogy nem csak az új lakások esetében mutatkozhat majd óriási többletkereslet egy-egy nagyobb városban, ahol komolyabb beruházás történik, hanem jobb híján a használt lakás piacról elégítheti ki a lakhatásra vonatkozó keresletüket az jövendőbeli munkavállalók, ez pedig az a használt ingatlanok jelentős felértékelődéséhez is vezethet ezekben a nagyvárosokban. Ugye Budapest környékén még mindig nagyon népszerű az agglomeráció, olyannyira, hogy néhány városban be is húzták a féket, és kiakasztották a megtelt táblát, mondhatnánk azt is. Mi a helyzet a többi nagyváros agglomerációjával? Hasonló folyamatok zajlanak ezeken a piacokon, illetve látszik ez az árakban is? Az agglomeráció erősödése a nagyvárosok környezetében nem új keletű jelenség, és azt lehet mondani, hogy a többi nagyváros esetében még jobban tartják magukat az agglomerációs övezetek, mint Budapesten. A kérdésedben felvetett gondolatok azt sugallják nekem, hogy Érde és Budakalászra gondolsz, ahol kitették a megtelt táblát, és változtatási tilalmakat rendeltek el, és ez kapus lehet az összes többi olyan budapesti agglomerációs településen, ez a recept, ahol az infrastruktúra nem nagyon tudja tartani a lépést a betelepülők számával. A többi nagyvárosban egyelőre nem ennyire vészes a helyzet, és ezt jól szemlélteti az is, hogy minden harmadik lakás, ami 2023 első fél évében megépült, valamilyen agglomerációs övezetben épült. Ez azt is mutatja, hogy a nagyvárosokból továbbra is tart a kiáramlás az agglomerációs övezetekbe, egyrészt az ingatlanok árelőnye miatt, hiszen ott akár 30%-kal olcsóbban is meg lehet venni ugyanazokat az ingatlanokat, amiket a nagyvárosban ennél magasabb áron kínálnak eladásra. Másrészt pedig ott van tér a fejlesztésre is, és ez az ingatlan fejlesztők számára is kecsegtető lehetőségeket mutat, kedvezőbbek a telekárak, adott esetben egy kisebb településeken az építési szabályoknak is könnyebb megfelelni. Ennek megfelelően a lakásépítésekben továbbra is nagy jövőt jósolunk az agglomerációs övezeteknek, és ezt az is alátámasztja, hogy a 2022 első néhány hónapjában kiadott zöld hitelek, amik jelentős részben zöld minősítésű ingatlanok felépítésére vonatkoztak, ezeknek is kb. 50-55%-a a Pest megyei településeken felépítendő ingatlanokra vonatkozott. És arról, hogy ezek mikor épülnek meg, és hogyan kerülnek a piacra, majd egy későbbi alkalommal még beszélgetünk Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ingatlan üzlet. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László. Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.